Úgy indultunk el innen a parlament környékéről, hogy megpróbálunk segíteni a károsultakon, adott esetben jogi segítséget nyújtani számukra. Mikor odaértünk, mégis meglepve tapasztaltuk azt, hogy a kilakoltatás, a végrehajtás foganatosítására nem is került sor. Köszönhetően gondoljuk mi annak, hogy megfelelő tömegű civil állomás hozott az otthonvédők részéről a helyszínen, és amikor a végrehajtó állítólag a rendőrök által kísérve a környéken végighajtott, felmérte a terepet, úgy döntött, hogy ebben a momentumban és ezen a napon nem érdemes kilakoltatással próbálkozni. Anélkül, hogy bármilyen jogi igazságtétel felé indulnánk el, hiszen politikai pártról van szó, nem pedig egy hatóságról vagy jogi szervezetről, elmondhatjuk azt, hogy látható, a kormányzat nem tette eleget az ígéretének, maradtak emberek az útszélén. Most annyi történt, hogy ezek az útszélén maradt emberek bizony megszerveződtek, megfogták egymás kezét, és most már nem csendben várják remegve a végrehajtót, hanem bizony, ha kell, akkor az eszközökben adott esetben nem is válogatva kiállnak a saját vélt, és egyébként a legtöbb esetben valós igazukért. Látható az is, hogy nem feltétlenül az erőszak útja lenne a megoldás útja ebben az esetben, hiszen nagyon könnyen, határozottan és bátran lehetne olyan kormányzati lépéseket hozni, amelyek megoldják ezt a problémát, például a kokáért, amíg nem teljesítik az ígéretet, hogy nem marad senki az útszélén, addig a kilakoltatási moratórium teljes körű meghosszabbítását követelte a Jobbik is nagyon sokszor. Nyilván nem ideértve az önkényes lakásfoglalókat, akit továbbra is el akarunk távolítani azokról a helyekről, ahol betörtek és ahol orvul tulajdont vagy birtokot szereztek. De az is teljesen egyértelmű, hogy azok a civilek, akik magukra maradtak, és most otthonvédőkké vedlettek közülük nagyon sokan, mindent meg fognak tenni azért, hogyha a hatalom nem tartja be az ígéretét, akkor ezzel szemben a saját igazságukat felmutassák. Tehát látható, hogy olyan alulról jövő társadalmi igény, amire egy intelligens módon gondolkodó kormányzat nem erőszakkal reagálna, hanem bizony komplex, jól kimunkált, kidolgozott megoldások tömegével. Ez a társadalmi alulról jövő erő, amiről itt beszélünk, egyre komolyabban és markánsabban képes a saját érdekeiért kiállni, és látható az is, hogy most már végrehajtások maradnak el, egyre nehezebb a kilakoltatók dolga, és bizony egyre többen vannak az útszélén hagyottak közül, akik aztán a civil ellenállás különböző formáit felmutatva bizony érvényt szereznek az akaratuknak, és érvényt szereznek annak az ígéretnek is, amit a saját kormányzatuk nem tartott be.